Ötödik éve folytatja sikerrel almafogyasztás ösztönzési kampányát az Agrár Marketing Centrum. Cél az itthon megtermelt gyümölcs fogyasztásának növelésével az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Az Agrárminisztérium megbízásából zajló akció október elején kezdődött és december közepéig tart. Ez idő alatt a hagyományos marketing kommunikációs eszközökön keresztül próbálják megszólítani a lakosokat. Ez fontos elem ennek a kampánynak, hogy kóstoltatjuk is az almát. Állatkertekben, vadasparkokban, piacokon, vásárokon, sporteseményeken, és reményünk szerint majd az adventi vásárokon is almát fogunk szerte az országban kóstoltatni. Mindig azt hallom, hogy annál erősebb eszközüzenet nem lehet egy kampányban, mint a fogyasztó kézbe veti, megkóstolhatja, ízlelheti azt, hogy mennyire friss, de zamatos, finom a magyar alma. Jelenleg fejenként átlagosan 16-18 kg almát eszünk évente. A kampány célja, hogy legalább ezt meg tudjuk őrizni, vagy növelni tudjuk. Az elmúlt években egyébként, ha csak kismértékben is, de emelkedett az alma fogyasztás szintje, ahogy azon többi gyümölcsé is, amelyeket hasonló akciók keretében népszerűsítenek. Az ügyvezető elmondása szerint bár az idei piaci szempontból rossz év volt, hiszen a késő tavaszi fagyok jelentősen visszavetették a termés volumenét, évről évre stabil mennyiséggel rendelkezésre áll a hazai alma, amely az egyik legegészségesebb gyümölcsünk. Tele van vitaminokkal, B1, B2, B6, C, E-vitamin található benne. Egy alma nagyjából a napi C-vitamin szükségletünknek a 30%-át, tehát egy harmadát fedezi. Három almával rendben vagyunk C-vitaminnal arra a napra. Fontos kiemelni azt, hogy mangán, flóriót, szelén, cink, kálium, kálcium található az almában, melyek mindegyike hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz, a szervezetünk egészségéhez. És még ki szoktuk emelni a pektint is, nem csak méregtelenít, még a nehéz szöveket is képes kivonni egyébként a szervezetünkből, hanem segíti az emésztést és lassítja a koleszterin, illetve a cukor felszívódását. Emiatt pedig cukorbetegek és diétázók is fogyaszthatják.